Vérnyomást mérnek a megyeháza ebédlőjében, de nem egy nehéz ülés után, hanem a 6. civil véradás alkalmából, amelyen Baracsi Endre is részt vett. A megyei közgyűlés alelnöke 18 éves kora óta rendszeres véradó, és már túl van az 50. véradásán is. Ez már az 51. véradásom most, úgyhogy tényleg nagyon, nagyon fontosnak tartom azt, hogy amikor csak lehet, akkor odaérjek és segítsek ezzel. 4,5 deci vér, ennyi csurog át minden karból maximum 12 perc alatt. Hájer Zsigmond szerkesztő kollégánk kezében ez a kis labda segít abban, hogy a mostani 10. véradásán 6 percre tornázza le az idejét. Éjgyomóra éhesen és folyadékbevitel nélkül nem lehet jönni, azért reggel, bár nem szoktam, reggeliztem egy picit, és viszonylag sok folyadékot ittam. 4,5 deci vért vesznek le egyébként, mint mindenkitől, és hogy érzem magam abszolút ugyanúgy, mintha nem lenne ez a tű a kezemben, és nem csöpögne a vér. Pontosan egy picit jobban, hiszen azzal, hogy vért adok, segítek valakinek, és mint itt megtudtam, célzott véradásról is lehet most szó, és egy kisgyerek számára fog segítséget jelenteni ez a vér, remélhetőleg nem csak az enyém, hiszen vannak itt többen, másoké is. Az Országos Vérellátó Szolgálat a civil véradó eseményen előszűrést végez, amely során ellenőrzik az okmányokat. Vért vesznek az újbegyből, vérnyomást mérnek, és ha szükséges, folyadékkal és nápolyival készítik fel a véradókat. Szerintem mindenkinek a családjából van olyan történet, ahol a vér nagyon fontos volt. Egy baleset, egy betegség. Ismerjük, van olyan, hogy irányított véradás, van olyan, hogy csak úgy normálisan, hétköznapján bemész és adsz vért, és valamelyik embertársadon segítesz. A civilség, az összefogás, a szolidaritás, az egymás segítése, az a civil kurázsinak a lényege. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei civil közösségi szolgáltató központ által szervezett eseményhez minden évben több tucat ember csatlakozik. A vér a hétköznapi hősök karjából, Nyíregyházáról egyenesen Debrecenbe kerül, ahol elvégzik a további szükséges ellenőrzéseket, majd lefagyasztják. A szakemberek évről évre hangsúlyozzák, egy véradással akár 3 életet is megmenthetünk.